kollégáid, és mindenki bimbónak szólít. Honnan jött ez a becenév? Ez egy nagyon régi történet, még gimnázium negyedik osztályában lett egy lehetőségem, hogy a Pécsi Kis Színházban dolgozhatok. A mai horvát színház helyén van az Anna utcán. Volt az Anna utcában, és ott Donován Zoli barátom, meg Schillinger Peti barátom mindenáron valami becenevet akartak nekem adni, egy újat, mert nem tetszett. Gondolkodtak a Katicán, de nem voltam annyira szeplő és pattanásos, tehát nem voltam pöttyös sehol. Tehát, és igazából ez nem felelt meg nekik. Aztán azt hiszem, hogy Donován Zoli körösztányám egyszer csak megmondta, hogy tudod mit, legyél bimbó. Én megmondom, hogy te őrült, ez tehén név. Nagyon jó. És akkor mindenfajta hülye ideológiát gyártottunk rá, hogy a hálás boci szemeim miatt meg ilyen. Hát innen a bimbó név. De hál' Istennek nagyon szerettem. Tehát. Gyerekdarabot vagy felnőtt darabot játszol szívesebben? Ez nagyon, nagyon jó kérdés, mert hogy nagyon, nagyon szeretek gyerekdarabot játszani, a gyerekek miatt, meg az őszinte, tiszta játék miatt. Ez az én hitvallásom, hogy gyerekdarabot csak őszintén, hogy mondjam, tehát hogy a gyermeki lelkünket kirakva, tehát csak úgy lehet. És abban beletartozik az összes hülyeségünk, tehát a gyerekszájét, hogyha olvastál már bármikor, hogy milyen bemondásaik vannak a gyerekeknek, és azokat mind fel kell használni, mert a próbán egyszer csak így rád jön, és hogy olvasol egy jó mesét, és beindul a fantáziád, és mondasz valami egetrengető körséget látszólag, de kiderül, hogy az jó, mert működik, és a gyerekeknek szeretni fognak. A felnőtt darab, meg jó a rendezés, meg jó kollégákkal, olyan kollégákkal, akiket szeretek, azokkal dolgozom, akkor meg imádom a játékot, a közös játékot pedig is, de igazából tehát nincs így mérlegem, hogy melyiket szeretem jobban, én mindent szeretek játszani. Melyik eddig játszott szereped áll hozzád a legközelebb, akár gyerekdarabból, akár felnőtt darabból? Tavaly gettő előadásban a Bábú, az egy nagyon meghatározó élmény volt, mert ott a mozgásról volt szó, illetve a mozgás, hogy mennyire kifejező tud lenni, még akkor is, hogyha egy fabábúról van szó. Tehát az a szívemhez közel álló szerep, tényleg arra vagyok a legbüszkébb. Mert lehet, hogy egy táncművész ügyesen megcsinálja azt, amit én csináltam annó, még tavaly a gettóban, de azt gondolom, hogy a színészek közül meg nem mindenki tudja. Nagyon, nagyon kevesen tudják el azt a fajta mozgást reprodukálni, vagy megcsinál. Volt még, amikor ide szerződtem a második évadban a Bátli című előadás, Gálfi László partnereként játszottam, csodálatos élmény volt, ő egy hihetetlen tanár úr, azt nagyon szerettem. De mondom, tavaly évadon már meg nem tudok panaszkodni, mert csak jó szerepeket játszottam. Tehát az is, mindig a tavalyi évad a jó, meg mindig az az évad jó, meg az a szerep jó, amit éppen játszom. De a gettó az egy ilyen kis mérföldkő. Említetted a mozgást, hogy milyen szerepet tölt be az életedben a mozgást? Tudom, hogy jól táncolsz. Én 10 évig néptáncoltam, tehát hogy már gyerekkorom óta nagyon fontos volt, hogy lekössék az energiáimat, amik így belém szorultak. És hál' Istennek, tehát a Zalaegerszegen, ahol ugye a stúdiós képzésben volt balett is, társas tánc, néptánc, mindenféle mozgás, akrobatika, ezek mind nagyon fontosak. Mit jelent számodra a jelmez? Segít megformálni egy szerepet adott esetben? Ha jó a jelmez, akkor igen. Akkor nagyon sokat tudsz. Az csak segít, hogyha fölveszem. Tehát volt a Nép ellenségében, persze generál öltöny, semmi, tehát meg felültő, kalap, sétabot, ezek voltak, és volt egy nagyon fontos eleme a jelmezemnek, a nyikorgó talpú cipő, egy gyönyörű szép bőr bakancs volt a lábamon, és akármikor mentem, az nyikorban. De úgyhogy takarásban is, nem, azzal nem lehetett halkan menni. És kollégák mindig tudták, hogy jönni fogok, és már egy ilyen plusz feszültség volt bennük, ami nagyon jó, hát egy negatív figurát játszottam a darabban. Tehát fontos, kell hát hiú az ember, tehát hogy vagy jól nézzek ki, vagy nagyon rosszul nézzek ki. Ez a My Fair Lady-ben, tehát tényleg a lehető legőrültebb dolgokat megcsináltam a jelmezemmel, hogy még hülyében nézek ki. Félre gomboltam a hajamat, kitúrtam a kötött sapka alól, tehát mert olyan volt a figura, azzá változott.
az első jelzés a közönségnek egyébként csak egy kicsi szakma. Tehát hogy bejövök a színpadra, meg se szólalok, hanem lát valamit a figurából. Nagyon fontos. Mi volt életed legdurvább rendezői utasítása? Amíg van a próba, vagy van az előadás, akkor egy másik ember. Én másik ember vagyok. Tehát jó, persze, ugyanaz a bolond, sőt, bolondabb ember vagyok fönt a színpadon. Nem tudnak olyat kérni, amit én meg ne tennék. Tehát nem tényleg kértek tőlem már, hogy álljak fejjen és úgy énekeljek, ez most a Csárdás királynőben, megcsinálom, mert semmi ugorjatlan. Zenekarjárokban megcsinálom, föllógatnak a csillára, meg, mert ezek hozzátartoznak, tudom, tehát, hogy nem tudom, egyek a színpadon, gyűlölök a színpadon enni, de muszáj, és csúnyán kell enni, akkor megcsinálom, tehát nem, Isten igazából nem tudnak durvát kérni a rendezőktől, tényleg megteszek nekik mindent. Hogyan tudod összeegyeztetni a magánéletedet a színházzal? Ugye van egy gyönyörű kislányod, hogy fér ez a kettő össze? Hát a páromnak sokat köszönhetek. Tényleg a páromat muszáj dicsérnem, vagy ilyen piedesztára emelni, hogy egyáltalán van türelme egyeztetni a kislányom és én közöttem, meg hogy engem útnak ereszteni, mikor jövök, hogy jövök, mit tudok segíteni, mit nem tudok segíteni, mikor vagyok otthon, hogy... Tehát én nagyon, nagyon kegyetlen, nagyon nehéz. Főleg egy főpróba héten, amikor bejövünk, és nem tudjuk, hogy mikor végzünk. Most is, tehát hihetetlen. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban már? Akkor is színész, vagy más? Más. Katonatiszt akartam lenni, ami katonai kollégiumban is jártam. Tehát, hogy aztán meggondoltam magam, mert rájöttem, hogy én inkább színész akarok. De minden gyerek tűzoltó, katona, ilyesmi. Orvos nem akartam lenni. Illetve csak egy nagyon rövid ideig, amíg rá nem jöttem, hogy annyira nem bírom a vérlátványát. Minden akartam. Bohóc akartam lenni. Bocsánat, a nagy álom az bohóc, és sikerült, igen. Tehát így magánéletben is sikerült bohóccá válnom, de ez a jófajta a clown. Bohóc. Igen, a clown, nem a Piero a szomorú, hanem aki mindig így mosolytsa az emberek. Könnyen kijössz a sodrodból? Ez a tároló típus vagyok. Tehát, hogy én nagyon sokáig tudok nyelni. Hál' Istennek ez a szakma, hogy az alázatot azt, hogy megtanította. Tehát akkor nagyon sokáig fékezem magam. És akkor lehet, hogy ez eltart évekig, vagy napokig, hetekig, és egyszer csak mint az Etna így jövök. Tehát akkor gázva, ha én üvöltözöm, akkor van baj. Kislányodat el szoktad vinni olyan előadásra? Vagyis hát a párod elviszi olyan előadásra, amiben te vagy benne? Gyerekdarabra gondolok. Igen, abszolút. Csizmás Kandor volt most a legutolsó kedvenc, meg a Lúd, tehát mindig az, amit éppen játszom. Édes! És neki is van beceneve? Pipi, Mazsi, Drazsi, rengeteg beceneve. Persze, tehát mi most éppen Budjan család lettünk, tehát a párom a Budjan Buci, én vagyok a Budjan Bogyó, ez az otthoni nevem. És hát ő a Budjan Tami, Budjan Mazsi, Drazsi, Budjan Pipi, minden. Tehát most a Budjan család vagyunk. Mi volt a legkellemetlenebb szituáció a színpadon, amiért téged? Az a vasfüggöny. Tehát amikor így hirtelen sötétség borult a kis agyamra, nem jutott eszembe a következő mondaton. Ez a három nővér előadásán volt. Én nem tudom, hogy hány másodperc terhetett el, éveknek tűnt. Tehát órák. Volt egy hatalmas lépcső, és a súgon lent volt a lépcső alatt, korlát mögül már láttam. Kihajoltam, ránéztem, és kérdőleg próbáltam súgni neki, hogy segítsen. Súgjál. Segítséget kérni, meg mutatta, hogy minden rendben van. Még mindig csak. És aztán úgy már próbált segíteni, de akkor tudod, hogy dereng a köd, jön napsütés, és akkor hirtelen eszembe jutott a szöveg. De tudtam, hogy ekkora szünettel nem lehet ugyanúgy elindítani, ahogy eddig csináltuk, akkor egy másik jelenet, egy másik hangot kellett keresnem, és minden egy másodperc tört része alatt is. Következő vendégünk József Rihár színművésztársad lesz. Milyen kérdést tennél fel neki? Ricsitől? Én egyszer már szembe dicsértem, de hogy
mindig is érdekelt, hogy az a fajta bátorságot honnan meríti, mert én nem voltam ennyire fiatalon ilyen bátor, ahogy ő tud dolgozni, harcol a gondolataért. Én ezt, hogy ezt miért gondolom. Igen, honnan meríti meg, miért csinálja. Nagyon szépen köszönjük. Szia, Ricsi.